25 éves az utolsó akcióhős, ez a maga furcsa módján kultikussá vált film. Eme jubileumi születésnap alkalmából utána járunk, miért is bukott akkorát Arnold Schwarzenegger formabontó akcióvígjátéka. Gépész! Hé, gépész! Élesség! Csende! Nem lehet már aludni sem. A popkultúrában gyakran élnek azzal a szóvirággal, hogy egy meg nem értett mű megelőzte a saját korát, és ezt a jelzőt gyakorta elsütik később klasszikussá váló regények, zenei albumok vagy szerzői filmek esetében. Az viszont kissé szürreális, hogy egy Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült 90-es évekbeli akcióvígjátékra használjuk ezt a kifejezést, de mi megtesszük. Az utolsó akcióhős ugyanis zseniális alkotás, aminek kasszáknál való csúfos bukása ellenére sikerült jócskán megelőzni a korát. A történet főszereplője a tinédzser Danny, aki a 90-es éveknek megfelelően nagy akciófilm rajongó, és egy nap megélheti azt az álmot, amiről sok vele egykorú gyerek álmodozik. Egy mágikus mozi egy segítségével képes kedvenc akciósztárja Jack Slater mozgóképes univerzumába utazni, hogy aztán ott egymás segítve nézzenek szembe a különböző rossz fiúkkal. Egy ilyen alapvetés gyerekek és felnőttek számára egyaránt érdekes lehet. Az ember már hátul gombolós korában arra vágyik talán a legjobban, hogy kedvenc fiktív karakterei oldalán járhasson be elképzelt világokat. Éppen ezért ösztönösen vonzódunk ahhoz, mikor egy alkotás minket is bevon a játékba, áttöri a negyedik falat, főhőse pedig egy mozivászon méretű résen keresztül kikacsint ránk. Talán ennek a filmes technikának köszönhető a Deadpool és a Kártyavár is példátlan sikerét, de átvitt értelemben ide sorolható Spielberg legutóbbi rendezése a Ready Player One is. De míg Wade Wilson és Frank Underwood történetében a nézőnek való kiszólogatás kellemes kis adaléknak számít, addig az utolsó akcióhős képtelen lenne létezni nélküle, hisz a film tulajdonképpen az azt megelőző évtized műfai filmjeinek kifigurázása és azok előtti főhajtás is egyben. Az önreflexió benne van tehát a DNS-ében, megszületésében pedig olyan szakemberek segítkeztek, mint a Vasember 3-at és a rendes fickókat dirigáló Shane Black, illetve John McTiernan, aki a Drágán ad az életeddel és a Ragadozóval addig már bizonyította, hogy ért a nagyszabású akciók levezényléséhez. Az pedig, hogy Schwarzenegger is beszállt a projektbe, 25 éve akkora teli találatnak bizonyult, mintha manapság egy szuperhős szatíra főszerepére Robert Downey Jr.-t nyernék meg. De ilyen háttérrel mégis hogy bukhatott ilyen látványosat a film? Az egy dolog, hogy a nézők nem értékelték, de mi van a kritikusokkal, nekik mi bajuk volt vele? Erre próbálunk most magyarázatot találni. A szkriptet első formájában két friss diplomás srác, Zac Penn és Adam Leff alkotta meg, akik rajongtak az akciófilmekért, és szerették volna összehozni a sajátjukat, de úgy, hogy az a zsáner dekonstrukciója is legyen egyben. Chris Moore, az amerikai Pite franchise későbbi producere látott fantáziát a dologban, ezért felkarolta őket, és onnan az út egyenesen Arnold Schwarzeneggerig vezetett. Az osztrák származású akciósztárnak tetszett az alapötlet, de Moore-ral mindketten úgy találták, hogy a szkript nem elég profi, egy szakmabelit kell keresni, aki helyre rázza az egészet. Így jött a képbe a már említett Shane Black, de az írás folyamata továbbra is nagyon döcögős volt. Black és írótársa David Arnott nem találták elég pörgősnek és izgalmasnak az eredeti elképzelést, ezért átírták azt, hogy jobban megfeleljen egy nyári blockbusternek. A stúdió ekkor bérelte fel az akciódirektorok akkori királyát, John McTiernant, aki viszont Blackék víziójával nem volt elégedett, így a harmadik átdolgozás elkerülhetetlen volt. Felbérelték a legendás William Goldmant, hogy $1 millió cserébe rázza gatyába a forgatókönyvet, de az egyre kaotikusabb fejlesztés egy pontján még mindenki kedvenc hercegnője, Carrie Fisher is beszállt a buliba. Mire 1992 nyarára a stúdió rábólintott a végleges változatra, és végre megkezdődhetett a forgatás előkészítése, a produkciós költségek a következőképp alakultak. Magára a filmre 60 milliót szántak, 15 millió jutott Schwarzenegger zsebébe, további 20 milliót pedig egy kiterjedt Burger King reklámkampány emésztett fel. Így vált az utolsó akcióhős két egyetemista barát álmából Hollywood addigi legköltségesebb produkciójává. A Columbia Studio 1993. júniusában akarta bemutatni a filmet, így McTiernannek és színészgárdájának mindössze 9 hónapjuk volt elkészülni, és ez megfeszített munkát követelt mindenkitől. McTiernan szerint a legnagyobb probléma az volt, hogy senki nem tudta eldönteni, hogy vérgőzös akciókomédiát vagy gyerekfilmet forgassanak, ezért volt, hogy naponta változott a kijelölt csapásirány, így kénytelenek voltak akár 18 órákat dolgozni megállás nélkül. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a rendező áskálódásnak élte meg, ha a korábban a filmen dolgozó Black Arnold
Scott vagy Penn megjelentek a forgatáson, így a légkör is egyre feszültebbé vált. Mire befejezték a forgatást és elkészült az első vágás, már csak 3 hét volt a premierig, így hát McTiernan belement, hogy Black megnézze, min lehetne javítani a félkész produktumon. Blackben több mint 20 év távlatából is katasztrófaként maradtak meg a látottak. Minden párbeszédet többször átírtak, így azok falsul csengtek és minden író ötleteiből tartottak meg ezt-azt, így a film annyira nem állt össze, hogy a Terminátor kikacsintások és a Sharon Stone cameója sem volt működőképes a beta verzióban. Az első borzalmasan sikerült tesztvetítés után még a film befejezését is újra kellett forgatni. A 93 nyarát megelőző hónapok malőrjei után nem volt mit tenni, a marketingre bízták a projekt sorsát. Több százezer dollárt költöttek egy külön ecélre forgatott előzetesre, minden létező hirdető felületet felvásároltak, és még azt is megoldották, hogy egy NASA rakétán is ott díszelegjen a film címe. Ez a rakéta végül csak hónapokkal a film mozikban való debütálása után került kilövésre. A legnagyobb hibát mégis azzal vétették, hogy alábecsülték Steven Spielberget, és az utolsó akcióhőst a Jurassic Park ellen indították, és ahogy mondani szokás, a többi már történelem. Elég ha arra gondolunk, a dínos franchise idén már az 5. filmjével tarolja le a közönséget. Visszagondolva nagyjából az összes táptag a kapkodást és az értelmetlenül maximumra járatott marketinggépezetet okolta a film vesztélyért. A legtöbb kritikus azt hozta fel az utolsó akcióhős ellen, hogy az túl sok minden próbál lenni. Akciófilm, gyerekeknek szóló mese és családi vígjáték, de töredezett szerkezete miatt egyiké sem válhatott igazán. Az általános nézői reakció pedig az volt, hogy nem értették pontosan, mi zajlik a vásznon. Egy átlagos moziba járó például azt sem értette, hogy mikor játszódik a film a mi világunkban és mikor Jack Slater univerzumában. McTiernan a rendező által bevallottan legmostohább gyermekéről viszont elmondható, hogy 25 évvel a premierje után végre összeállt, hisz a mai kor nézői már másféle, önreflexívebb szórakoztatásra vannak nevelve, így képesek megérteni azt a metanarratívát, amivel az utolsó akcióhős operál a maga egyszerre vicces és a mai napig látványos, illetve tökös módján. Ez a különös hibrid persze még véletlenül sem hibátlan alkotás, de csak reménykedni tudunk, hogy hamarosan készül egy olyan hozzáfogható formabontó film, amit lehet, hogy egyelőre nem értékelünk majd, de negyed évszázad múlva emeljük kalapunkat zsenialitása előtt. Hú, de ráfázol. Ti hogy vélekedtek az idén 25 éves filmről? Mikor és hogy láttátok először, és ami a legfontosabb, szerettétek már akkor is? Írjátok meg nekünk komment formájában, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!